Az ismeretlenségből kitörve az idén az öttusasport meghatározó nevelőegyesületévé vált a Trion SC, amelyben 5 éve kezdtek el fiatalokkal foglalkozni új szemlélettel. A mindössze 16 versenyzőre 8 edző jut. Vívni a BVSC-be járnak a gyerekek, úszni a legkülönbözőbb helyszínekre, míg a lovaglás és a futás lövészet helyszíne a gyömrői Tövesmajor. Hát amikor egy pár évvel erről beszélgettünk, hogy jó lenne újra visszatérni az öttusába, ugye ők már Masters korosztályban versenyeztek, gondoltuk, hogy hát miért ne lehetne akkor esetleg a fiatalokkal foglalkozni, ha már megvan ez itt az objektumunk, itt a lovarda. Én azt gondolom, közben itt a közelben egy gyönyörű szép uszoda, monoron, és úgy gondoltuk, hogy hát itt ezt a régiót is be kellene vonni az öttusos sportba. Mi utánpótlás szinten el is kezdtük ezt építeni. Van már egy jó pár gyerek, aki ebbe beszállt. Reméljük, hogy a pestieken kívül a vidéki öttusa, a székesfehérvári öttusa sport mellett beindul. Azt szokták mondani, hogy lovaglásban most már csak elszállni lehet. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos szerepe van a lovaglásnak is, mint a többi számnak. Aki itt mondjuk nagyobb a szerencse faktor, hogyha valaki egy jó lovat kihúz, akkor ott nagyban segítheti a gyengébb lovas tudást, de mondjuk 10 versenyből 8-szor kijön az, hogy ki tud lovagolni, és ki az, aki kevésbé. Kicsit másképp dolgozunk, mint a más egyesületek, mert mi az egyénre szabott edzésekben hiszünk. Mivel mind a kettő ötösázók voltunk a Cing Gyuri barátommal, aki a lovaglásért felelős, nem kaptuk meg azt a úgymond törődést annó, amit mi szeretnénk megadni a versenyzőinknek. Abban teljesen biztosak vagyunk, hogy személyre szabott edzésekkel sokkal hatékonyabban lehet kihozni a maximum eredményeket a versenyzőkből. Kardos Bence az idén a Junior Európa bajnokságon nyert egyéni ezüstéremmel, majd a Junior világbajnokságon szerzett csapataranyjal tette le a névjegyét. Ő is, mint a többi másik versenyzőnk is maximálisan és odaadással csinálja az edzéseket, és átvette azt a gondolkodásmenetet, amit mi képviselünk. Ez most elsősorban a futásról beszélünk. Amúgy is jó futónak számított, de azt a futómunkát, amit mi végzünk, még ezen is túl tudunk szárnyalni. Sőt, reméljük jövőre még meglepetéssel is tudunk ebben szolgálni. Majdnem mindegyik sportágban, a középszintnél magasabb szinten űzi ezt a sportágat, és ezért nagyon remélem, hogy a jövőben egy kiemelkedő sportolóról tudunk majd beszámolni. Nagyon sokat versenyeztünk idén, erre nagyon odafigyelnek az edzőim, és tényleg nagyon sokat eljártunk, ahova csak tudtunk. Ha lehet, külföldi versenyekre, tényleg mindenhol elindultunk. Szerintem ez rengeteget segített egyébként, és így a legnagyobb eredményem ebben az évben igazából az Európa-bajnokságon történt, ahol egyéniben második lettem. Ez mindannyiunknak egy nagyon nagy öröm volt, de nagyon sok meló is volt benne, és most már azért ideje volt, hogy kijöjjön. Még egy évig egyébként junior korosztályban fogok versenyezni, de megpróbálok mindenképpen egyszer-kétszer oda pörkölni már a felnőtteknek. A Trionból 3 fiú versenyző jutott ki az idei korosztályos világversenyekre, közülük 2 is Gál Andrásnak hívnak. Engem leginkább az vonzott a Trionban, hogy ez egy kis egyesület, nagyon kevesen vannak. Korábbi edzőm szavaival élve itt minőségre mennek, nem mennyiségre. Nekem kell sokat foglalkozni a futótechnikámmal. Most ugye július végén volt a legutolsó megméretetés, ez volt a világbajnokság, és utána augusztusban heti 3-4-szer futóiskoláztunk 2 csacsával. Az nagyon sokat segített rajtam. Szerettem futni, ez még egy 6 éves sztori, és volt egy kerületi futóverseny, amit megnyertem, és anyámmal megbeszéltük, hogy miért ne indulok el egy kéttusa versenyen, és ott második lettem szintúgy. Azt az évet még rendesen végigcsináltuk, és akkor utána elhatároztam, hogy van itt ebbe jövőm. A kombinált szám a kedvencem. Úszást is szeretem, ugyanis úszónak kezdtem, meg tulajdonképpen még most is az vagyok, de a későbbiekben szerintem még a lovaglás, meg a vívás is nagyon lesz. Éppen azt szeretem, amit csinálok.